A Vörösmarty Színház adott otthont a Tánctér című produkció első előadásának, a Székesfehérvári Balettszínház Parádé című darabja Bobán Márkovics sajátos és rendkívül dinamikus életteli együtt a dramatikus zenei világára épül. Egerházi Attila rendező koreográfusként olyan zsánerképeket alkotott meg, amelyek szarkasztikus és humorra látszott jelenetek fűzérét alkotva jelenítenek meg egy világot, és fogalmaznak meg egy életérzést. Az előadás ősbemutatója a Bartók tavasz keretében a MÜPA szervezésében valósult meg. Nagyon fontos a hagyományoknak az őrzése. És egyik ilyen zászlós hajó a néptánc. Egy nagyon komoly néptánc mozgalom van, és néptánc kultúra az országban. És most már azt mondhatom, több évtizede nagyon komoly kortárs tánc kultúra van, hiszen a jelen nélkül nem nincs jövő, és mint ahogy a múlt ismerete nélkül és művelése nélkül sincs jelen, ezért nagyon fontos, hogy ezt mind a kettőt megfelelő szinten és módon ápoljuk, és ez a mostani rendezvény, ez egy seregszemléje a néptáncnak, illetve a kortárs táncnak. Ezt követően a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Európa szívében című előadása lendületes és sokszínű folklór műsorra invitálta a népi kultúra barátait. Az előadásban Zsurászki Zoltán olyan válogatást álmodott színpadra, amelyben a magyar nyelvterület legszebb táncai mellett különös hangsúlyt kapott az eredeti és stílusos előadásmód. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes, vagyis a Honvéd Művészegyüttes 75 éves most az én, az első művészegyüttes volt a háború után, 1949-ben alakult, és küldetésének érezte minden művészeti vezető, minden igazgató, hogy a magyar kultúrát úgy a határokon belül, mint a Kárpát-medencében és az egész világon képviseljük. Most a műsorunkat ehhez mérten állítottuk össze. Az esten a kortárs táncművészet mellett a csárdások, erdélyi és a magyar cigánytáncok, üveges karikázó és persze a világ egyik legvirtuózabb férfi tánca a legényes is helyet kapott, amely során a nézők, ha csak lélekben is, de a Rába köztől a Székelyföldig, a Sár köztől a Matyóvidékig vagy Délalföldig, de együtt utazhattak a táncosokkal.